Az első osztályosok egy új mondókát tanulnak az Arany János Általános Iskolában. Az idei tanévben számos feladat vár rájuk. Nem csak a számokkal és a betűkkel kell megismerkedniük, hanem át kell esniük a differmérésen is, amely az iskolai előrehaladás szempontjából az alapvető készségek értékelésére alkalmas tesztrendszer. Hát a mérés az egy átfogó képet ad a gyerekeknek a készségeiről, illetve a készségfejlődésben hol tartanak, hiszen az iskolai munka erre épít. Tudni kell azt még erről a mérésről, hogy a különböző tesztekből olyan jellegű információkra tudunk szert tenni, mint például az, hogy az anyanyelv fejlődésében hol tartanak a gyerekek, megvannak-e az elemi számolási készséghez szükséges feltételek, vagy az írástanulás megkezdéséhez szintén adottak-e a feltételek, itt gondolok az idegrendszeri, illetve a finomotorikai feltételekre, és amennyiben szükséges, akkor ott egy fejlődési-fejlesztési tervet tudunk a gyerekek számára készíteni, hogy bizonyos fajta hátrányokat tudjunk kompenzálni. A második fél évtől a felső tagozatra vonatkozó mérések. A 2014-15-ös tanévben a felsőbb évesekre is felmérések sorozata vár, mint minden évben idén is lesz országos kompetenciamérés, amellyel a 6. és 8. osztályos tanulók matematikai eszköztártudását, illetve szövegértési készségeit mérik fel, sőt az új tanévben egy írásbeli idegennyelvi mérésre is kell számítaniuk, mindkét évfolyam diákjainak. Idén kerül megrendezésre szintén az oktatási hivatal szervezésében az idegennyelvi készségmérés. Ezt az iskolánk 6.-8. évfolyamán a mi iskolánk pedagógusai fogják elvégezni. Ennek az ideje 2015. június 11-e. Itt tudni kell erről a mérésről, tudni kell azt, hogy ez írásbeli tudásfelmérő lesz, és gyakorlatilag az idegen nyelvi szövegértési készségeket vizsgálja meg. Garai Zsuzsanna hozzátette, ezekkel a mérésekkel nem csak a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből fakadó egyéni hátrányok, hanem a továbbtanulási esélyek is nagy mértékben javíthatók.